tavaly is ez a két csapat játszotta a kupadöntőt, akkor 3 2 győzelmük után a nyíregyháziak emelhették magasba a serleget. Ezúttal mindkét gárda jó formában várja a finálét, a csabaiak szerdán 23 éve nem látott eredményt elérve bejutottak a CEF kupa elődöntőjébe, a fátum nyíregyháza pedig a bajnokságban gyűjtögeti a győzelmeket. Hollósi László együttese legutóbb a listavezető Vasas Óbuda otthonában diadalmaskodott, előtte pedig épp a Békés vertik vargáig, ebben a szezonban már negyedszer. Nehéz ebből a négy mérkőzésből kiindulni, hiszen egy kupadöntő az mindig más, az a mentális felkészülésről szól, illetve arról, hogy mennyire tudják a játékosok feldolgozni, hogy itt gyakorlatilag egy mérkőzés van de én úgy gondolom, hogy nekünk nem kell ezzel foglalkozni. Igazából ez a négy mérkőzést mi úgy gondolunk, hogy nyilván a Békés Csaba nem fog félni tőlünk, hiszen azért remek játékosok alkotják a Békés Csaba csapatát, de ha már egy kicsit a szürke állományban benne van az, hogy nem szeretnek játszani ellenünk, akkor az egy két százalékot jelenthet. Ez egy teljesen speciális légkörű mérkőzés lesz, én nagyon bízom a lányokban, de igazából nekünk nem kell semmi hangzatos ígéretet mondani. Mi tesszük a dolgunkat, tudjuk, hogy miért kelünk föl minden nap. Aztán, hogyha ennek egy jó mérkőzésben csúcsosodik ki az eredménye, akkor büszkék leszünk rá. A vezetőedző elmondta, jól ismeri egymást a két csapat, de azért a szakmai stáb igyekszik valami meglepetést kitalálni a döntőre. Azt elemezzük, hogy milyen felállásban lenne a leg optimálisabb találkozni a Békés csapával. Megvizsgáljuk azt, hogy, hogy úgy álljunk-e föl, ahogy, ahogy az előző mérkőzésem, vagy, vagy esetleg beleforgatni a csapatba. Tehát amikor én arra gondoltam, hogy valami meglepetést, akkor elsődlegesen ugye itt az edzők azzal szoktak sakkozni, hogy kikivel találkozik a hálónál. E, még azért ez komoly elemző munkát igényel, hogy, 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 hogy mi legyen. Van egy terv a fejünkbe, meglátjuk, hogy ez működik-e. Az érdi Magyar Kupa hétvégén szombaton a férfiaknál Kazincz a Kaposvár bronzmeccset és Kecskemét pénzügyi döntőt rendeznek. Vasárnap a hölgyeknél a Vasas Óbuda Jászberény mérkőzés dönt a harmadik hely sorsáról, majd 15 órakor kezdődik a a Nyíregyháza Békéscsaba finálé.